Sziasztok! A legelle.hu csapatával együttműködve, az ő termékeiket felhasználva megmutatjuk ma nektek, hogy hogyan lehet otthoni körülmények között minimális munka és időráfordítással maximális vitamin és ásványi anyag dózishoz hozzájutni csíráztatással, a csírák által. Lássuk a munkamenetét! A hatalmas választékból végül három magot kiválasztottunk csíráztatásra, és megmutatjuk nektek párhuzamosan a csíráztatótálban és az üvegedényben a fejlődésüket. Ez a három mag a lucerna lesz, a brokkoli és a retek, és a legedle nagyon jól segít bennünket a csomagoláson, feltünteti, hogy mekkora mennyiségre lesz szükségünk, ha üvegedényben csíráztatunk, illetve a csíráztatótálban szintenként mennyire lesz szükségünk. Ez azért érdekes, mert meglepően kevés magból lesz, az a meglepően sok csíra. Na nézzük akkor, mit látunk a lucerna zacskójába. Tudjuk már, hogy egy egész tasak kell egy üvegbe. Látod, elmostam az üveget, és ezt fogom majd tenni a csíráztatótállal is, elmosogatom majd az első használat előtt. Ilyen kevés mag látható, ez körülbelül 2 teáskanálnyi, ugye? És ez nekem azért fontos, mert ezt most teljes egészébe beleteszem az üvegbe, de már tudom, hogy a csíráztatótálhoz majd csak 1 teáskanálnyi magot fogok használni. Ugye oda fél tasak elég lenne. A brokkoli ugyanúgy látom, hogy az is körülbelül 2 teáskanálnyi mag. Tehát ott is így fogok eljárni. Nem kell grammozni, csak annyit kell megjegyezni. Íme a retek, hát nem nagy meglepetés, 2 teáskanálnyi. Csak annyit kell megjegyezni, hogy nem kell sok. Tehát ne lepődj meg, nem kell sok. Ezek után megismétlem ugye a fél adagokat. Lucerna, 1 teáskanál. Brokkoli. Nagyon fontos, hogy nagyon sok fontos információt találtok a tasakon, tehát olvassátok el, mert amit én nem mondok el, az ott megtalálható. 1 teáskanálnyi brokkoli és a retek. Amit még a csomagolásról elmondanék, ami nekem fontos még így is, hogy nem a fiatalabb korosztályhoz tartozom, hanem már nagymama vagyok, hogy papírba csomagolnak. Nem félnek attól a legedle csapata, hogy baja lesz a csíráknak, papírba csomagolnak mindent. Ami pedig ezután következik, az az áztatás. Mindenki vizet kap. A csírák ugye a magból fejlődnek, de a maguknak fel kell ébredniük, és ezért most körülbelül 4-6 órát fognak ázni. Én ilyenkor még annyit teszek, hogy mindenki vizes legyen, és ne tapadjon össze, ismeritek a technikámat, egy hústűvel még azért elkevergetem őket, így, itt is egy kicsit még mozdítok rajtuk, és találkozunk 6 óra múlva. Beáztattuk a magukat, el is telt a 6 óra, elmosogattam közben a csíráztató edényt, ami ugye vadonatúj, és felépítem a tornyot. Én a legalsó szintre teszek egy kis hidegvizet, minden hidegvizzel csinálunk, azért, hogy a párás közeget biztosítsa a növekedő csíráknak. Elkezdem a retekkel, a régi jól bevált módszeremmel, amit már talán ismertek. Kinyertük a magokat, és egy tányérban fogom tudni úgy eloszlatni, hogy ne legyenek egy csomóba, hanem egyenletesen, ilyen egyszerűen, kicsit meglötyögtetve, egyenletesen terüljenek el a tálcában. Ezután jön a brokkoli, de hát tetszőleges a sorrend egyébként. A retek magot azért szoktam legalulra tenni, mert nagyon szeretem, amikor az megerősödve aztán szinte meg is emeli a fölötte levő 2 emeletet. Mindig lenyűgöz, hogy a retek csíra milyen robusztus és erős. Egyébként nagyon finom is, megvan a brokkoli is.
Látható, hogy innentől kezdve már sokat nem áztatom a magukat. Az előző csíra videó alatt megjegyzésként előkerült, felmerült az a kérdés, hogy miért kell ilyen sokat áztatni, kiáznak a vitaminok a csírából. Ott is leírtam, de nagyon örülök, hogy itt most szóban is elmondhatom, hogy az 5 nap alatt gyakorlatilag hát összesen nem fürdenek 2 percet ezek a kis magok és csírák, tehát azt nem állíthatjuk, hogy kiáztatjuk belőlük a vitaminokat. Ezzel el is készült a torony, letakarom a tetejére, teszek egy másik tányért. Naponta 2-szer fürdetem meg, és ebből 1-et fogok mindig megmutatni a videón, hogy láthassátok, hogy hogyan fejlődnek a csírák. Most pedig jönnek az üvegek, a tányérra már nem is lesz szükség, de itt hagyom. Kezdjük ezt is a retekkel, menjünk sorba. Én úgy választottam ki a magokat, hogy ezeket már ismerjük és szeretjük. Azt a vizet, amiben ázott most 6 órát, azt leöntöm róla, és kap egy új vizet, ezt akár a szűrőn keresztül is rátölthetitek. Tehát szeretném, ha az első víz, amiben ázott, az teljes mértékben lekerülne róla, és így szépen át is mosom a magokat. Ez az első fürdésük. Persze ez fedő nélkül is lehet, de így biztos, hogy nem veszítek magot. Azért errefelé öntöm majd ki, hogy amikor letámasztom a konyhapultra, akkor is, ahogy a gravitáció vezeti őket, így legyenek együtt, napi 2-szer fürdenek ők is. Ha nem tudjátok kiválasztani, hogy milyen magot csiráztassatok eleinte, vagy nem ismeritek még ezeket a magokat, hogy milyen az ízük, vagy milyen a kedvük a csírázáshoz, mert van, ami egy kicsit lassabb, van, ami gyorsabb, akkor azt javaslom, hogy a legelle.hu-nak a kóstolócsomagját próbáljátok ki először. Ezt megmutatom, amíg itt fürdetem a magokat, addig megmutatom nektek a csomagot, ide teszem. Ha belekukkantotok, rengetegféle, 18 különbözőt tesznek bele nektek, szintén papírcsomagolásban, és ezek egyadagos magok, tehát amikor üvegedényben akartok csíráztatni, akkor egy tasak magot használtok el egy üvegedényhez, ha pedig ilyen emeletes csíráztatóban, akkor pedig fél tasak mag kell egy emeletre. Tehát nagyon gazdaságos, és ki tudjátok próbálni, és meg tudjátok kóstolni, hogy melyik lesz a kedvencetek. Lehet, hogy itt egy kicsit ügyetlen voltam, de nézzétek el nekem, ugyanis elárulom, hogy vasárnap este van, és ez azért is nagyon jó, hogy vasárnap este kezdjük, mert így majd könnyű lesz követni a napokat, hogy megtudjuk, hogy végül is hány nap alatt csíráztak ki ezek a magok, és mikor fogunk szüretelni. Tehát ez nagyon könnyű így számolni, ha tudjuk, hogy gyakorlatilag az első nap az a hétfői nap lesz. És most így, hogy volt vele egy kis dolgunk a mai napon, még így se lehet azt mondani, hogy 5 percnél többet dolgoztunk a csíráinkkal, és majd meglátjátok, hogy ez tényleg napi 1 perc, és mondjuk pénteken teszem azt, micsoda csíra rengetegünk lesz nekünk. Csíráztatunk? Csíráztatunk. Hétfő este van, hétfő reggel már megfürdettem a csírákat, úgyhogy most jön az esti fürdés. Hideg vízzel dolgozom, ez nagyon fontos. És megmutatom nektek akkor most a fedő sokoldalú használatát, mert egyrészt ugye fürdenek a magocskák, le kell, hogy csurogjon belőlük a víz, tehát most így helyezem el, és nyugodtan csordogálhat, amíg a többi edénnyel vagyok elfoglalva. Látszódik, hogy már megindult a fejlődés, felébredtek a magok. Így nyugodtan kifolyik belőlük a víz, nem kell türelmetlenkedni. Pont elég ideje is van, amíg a
amíg az emeletes csíráztató tál közönségét is elmosogatom. Ezt ugye úgy kezdjük, hogy kimossuk a legalsó szintet. Itt felmerült kérdésnek egyébként az előző videó alá bekerült, hogy miért kell víz a legalsó emeletre. Az csak a lecsöpögő víz felfogására szolgál, ezt írta a kommentelő. És én bizonytalan voltam, mivel annak a régi doboznak a csomagolását én nem őriztem meg. Most szerencsére ugye az új csiráztatótál csomagolása az megvan, és ott is azt olvastam, hogy a legalsó szintre vizet kell tenni. Szerintem ennek az a magyarázata egyébként, hogy párás környezetben kell lenni a magoknak. És nyilvánvalóan, hogyha már egy kis növény kifejlődött, akkor már elég sok víz a fürdetés során megmarad a növénykéken, és az lassabban csöpög le, tehát lehet, hogy nem kell a legalsó szintre vizet tenni, mert akkor a lecsöpögő víz már egy mennyiséget is képvisel, és az már a párás közeget megteremti. De azt gondolom, hogy az első két napban, amíg ennyire aprók, addig nem árt nekik, hogyha a legalsó szintre külön vizet teszünk nekik a pára érdekében. Hát látható a zseniális módszerem, ugye, hogy milyen szépen el tudom oszlatni a magukat, és meg is fürdettük így az emeletes csiráztatót is. Ugye le is csöpögött ennyi idő alatt a víz a másikból, úgyhogy nyugodtan pihenhetnek nekünk itt a konyhapulton. Most viszont már úgy teszem, hogy a szája fölfelé legyen, és így jól fog tudni szellőzni. Legközelebb, holnap, kedreggel fogom megfürdetni őket. Azt nem veszem föl, viszont holnap este, kedden este találkozunk újra. Kedd este van, a második nap estéje. Ha belenéztek az üvegekbe, itt már bíztató kis csírababákat lehet látni, kis csíra kezdeményeket. Ugyanúgy a csiráztató tálban is. Tehát, ha ezt én párhuzamosan gondoltam megmutatni nektek, akkor örülök is, hogy egy kicsit a versenyt is be tudom mutatni, és azt, hogy szépen fej-fej mellett haladnak. Most is ugyanazzal a módszerrel fürdetem meg a csirákat, ebben semmi különbség nincs az eddigiekhez képest. Figyeljétek a kezemet! Nem mindenki él kertes házban, és nincs mindenkinek lehetősége konyhakertet vagy magas ágyást létrehozni. Az nagyon jó dolog, de így a csírák és a mikrozöldek által végül is mindenki elérheti a saját termelésű finom zöldségeket. Hozzáteszem, hogy nem is mindenki szeret annyira zöldségeket tenni. Nálunk a családban is megoszlik ez. Van, aki jobban szereti, van, aki kevésbé. De aki kevésbé szeret zöldségeket fogyasztani, azért ő is a finom húsos főételén, vagy a szendvicsén azért simán elfogyasztja ezeket a csírákat és mikrozöldeket, sőt, szerintem még kívánja is, szereti is. Nagymama vagyok, és nekem az is érdekes, hogy annak idején, ahogy a gyerekeim is látták a konyhakertben növekvő zöldségféléket, most az unokámnak is meg tudom mutatni, hogy hogyan lesz a magból kis növényke. Tehát nem csak a fogyasztása, hanem egyáltalán a növekedése is érdekes, és egy kisgyerek számára is nagyon tanulságos, egyébként nekem felnőttként is lenyűgöző. Úgyhogy még azzal a kis plusszal, hogy ugye itt nem is kell heteket, hónapokat várni, hogy bármi történjen, hanem itt egy hét leforgása alatt szintén rapid módon tudjuk a gyerekeknek is megmutatni. És aztán nyilván ők is szívesebben fogyasztják azt, aminek látták a születését. Úgyhogy szerintem ez a mai kor nem is divatja, hanem a nagyon jó leleménye a csíráztatás és a mikrozöld nevelés, az több szempontból is rendkívül hasznos. Nem ecsetelem nektek az ásványi anyag és mikroelem tartalmát a
mikrozöldeknek, illetve a csiráknak, hiszen ezt mindenhol olvashatjátok. Látjátok, lecsorgott az üvegben, üvegből is a víz, azzal a módszerrel, ahogy mutattam, és így pedig most a szellőzés is biztosítva van, ha így fordítom őket. Úgyhogy szerdán fogunk találkozni legközelebb, a reggeli fürdetés, nem mutatom, az estit fogjátok látni. Szerda este van, a fürdés előtti állapotot szeretném megmutatni nektek. Először is azt, hogy gyönyörűen fejlődnek a csiráink, mind az üvegben, mind a csiráztató tálban. És azért a fürdés előtti állapotot szeretném megmutatni, mert az előző csira videó alatt felmerült kérdésként, hogy mik ezek a szőrök. Ne ijedjetek meg tőle, ha ilyesmit tapasztaltok a második, harmadik napon, megjelennek ezek a gyökérszőrök, de ez nem penész. Ugyanúgy járjatok el ezután is, ahogy eddig, fürdessétek őket hideg vízbe naponta kétszer, de lehet háromszor is, és ezek el fognak tűnni. Ma szerda este van, holnap a negyedik napon csütörtök este fogunk találkozni a fürdetésnél. Csütörtök este van, én a szokásos módon meg fogom fürdetni most a csirákat. Láthatjátok, hogy a negyedik napon már milyen dúsan burjánzzanak a legnagyobb örömünkre. Nem mutatom végig a fürdetést, csak azt, hogy ez tényleg a szokásos menet. Amit azért megmutatnék, hogy gyönyörűek a csíráink, és mivel szó esett már arról, hogy biztos nincsen szőr, mutatom, hogy nincsen szőr, hogy biztonságos élelmiszert kell, hogy fogyasszunk, azt adjunk a gyerekeinknek, unokáinknak is. Én megtudtam, hogy a legeldle.hu az nagy hangsúlyt fektet arra, hogy nekünk biztonságos és tanúsított élelmiszert kínáljon, úgyhogy már a szántóföldtől kiindulva ezeket a magokat csíráztatásra termesztik. Szállítmányonként be vannak vizsgálva baktériummentességre, gombamentességre, vegyszermentességre, és a csíra képességük is vizsgálva van. Tehát, hogyha ez is fontos, és legyen az, akkor biztos, hogy biztonságos és tanúsított élelmiszert fogyaszthatunk így. Oké, fürdetünk tovább, és legközelebb találkozunk pénteken este, az 5. nap estéjén. Péntek este van, akár már szüretelhetnénk is, de úgy döntöttem, hogy még kapnak egy esti fürdést, és akkor szombat lesz a szüret napja, úgyhogy látható, hogy milyen gyönyörűen kifejlődtek a csíráink, és ehhez nem kértek más tőlünk, csak vizet, és azt megadjuk nekik, akkor innen a gyönyörű eredmény. Az otthoni körülmények, amik nálatok vannak, tökéletesen megfelelnek a csíráknak is, tehát fény és hőmérséklet igényük az nem tér el a tiétektől. Találkozunk szombaton a szüret napján. Eljött a szombat, eljött a szüret napja. Nem is tudnánk már tovább fokozni ezt, hiszen megteltek az üvegek, megteltek a tálcák, és most nagyobb edényekkel kell dolgoznom, mivel nagyobb mennyiségű csíránk lett. Az eljárás a következő, minden csírát bele terelek egy ilyen nagy vajlingba. Kis erdőnk növekedett minden magból. Nagyon szeretem, ahogy a retek megizmosodik, és tényleg elbír mindent. Mutatja az életerejét is. Egyébként nem csak a retek csírának, hanem minden kis csírának az életerejét mutatja. Amit átad nekünk, az üvegekből ugyanígy kivarázsolom a kifejlődő csírákat. Nyilván nem lett minden üveg dugig tele, mert ez magtól is függ, hogy mekkorára fejlődik ki. De azért ez már nem nagyon fér el. Ha belegondoltok, hogy abból a 4,5 táskanálnyi kis magocskából milyen irtózatos mennyiségű csíránk lett, bámulatos, én azt gondolom, hogy ez fenntarthatósági szempontból is, ami manapság igen fontos szempont, hála Istennek, egy nagyon fontos dolog, mert papírtasakokban megérkezett hozzád a mag, és ezekből a magokból, kicsi mennyiségükből hatalmas adag vitamint, ásványi anyagot termesztettél te magadnak és a családodnak otthon. Ez össze nem hasonlítható azzal, amit vegyészeti úton, gyárban állítanak elő.
Látod, mi történik? Beáztattam, mert egy utolsó fürdetés kell a csíráknak. Ilyenkor a makéjak felúsznak a víz tetejére, azokat megpróbálom félreterelgetni, és biztos vagyok benne, hogy a ki nem kelt magok pedig az edény alján maradnak. És innen fogom lehalászni a csírákat, ilyen nagyon finom kézzel, nem szorítva, lazán, hogy tényleg ami nem ragaszkodik hozzájuk, az nyugodtan el tudjon válni tőlük. Nem számolom, de jó pár marék csíra kerül így a szűrőbe. És a biológiai hasznosulásról is szót ejtve, azért, ha belegondolunk, hogy egyik élő szervezet adja át az anyagait egy másik élő szervezetnek, azt gondolom, nem vagyok egy tudós ember, hogy a biológiai hasznosulás szempontjából is a csírákból nyert vitaminok és ásványi anyagok, azok sokkal jobban hasznosulnak a mi szervezetünkben. Tehát akár a fenntarthatóságot, akár az egészséges mi voltát nézzük a dolgoknak, a csírák nyernek. És ugye egy nem elhanyagolható szempont van még itt, ugye az a gasztronómiai, az élvezeti értéke, mert a csírák valóban finomak. Különböző ízűek, és nagyon finomak. A makéjak a tetőn úsznak, a ki nem kelt magok alul, úgyhogy én hagyom is ezt az edényt, ez most már így... A lehalászás is megtörtént, és nézzétek, egy hatalmas szűrőedény, tere van nekünk friss csirákkal. Azt javaslom, hogy a kisebb család ellátására ellátásáról gondoskodtok, akkor a tálcás megoldást választjátok, ha nagyobbról, akkor mindenképpen az üveges, mert ugye láttuk az elején, hogy abban dupla adagot tudtok kikeltetni. Jó étvágyat kívánok, mindenképpen kezdjétek el már most a következő adagot beáztatni, mert akkor mire ez elfogy, addigra lesz nektek újból csíra. A legerle.hu-nál mindent megtaláltok, tehát eszközöket, magokat, és vannak közösségi oldalaik is, illetve honlapjuk is, ahol még kérdésekre is válaszolnak, csoportjaik vannak a közösségi oldalakon, ahol egymástól is tudtok kérdezni. Tőlük is bátran kérdezzetek, szívből ajánlom őket, és jó étvágyat kívánok a csírákhoz!